A Dunaszerdahelyi zenei napokat április 14-e és 25-e között rendezik meg. A rendezvénysorozat április 14-én csütörtökön 17 óra 30 perckor a Művészeti Alapiskolában kiállítással kezdődik, 18 órakor pedig az iskola ütőegyüttesének koncertjével folytatódik, amelynek vendége ifjabb Banyák József lesz. A további napokon fellép a Szent Efrén Férfi Kar, a Jazz Pop Szap, a Muha Kvartett, valamint lesz harmonika gála és virtuózok hangverseny. Az év mérkőzése a szlován elleni összecsapás után két héttel újabb nehéz hazai meccs vár a DAC labdarúgó csapatára. Április 16-án szombaton a bajnoki címvédő, a Fortuna Liga aktuális idényében is első helyen álló Trencsén csapata váltogat Dunaszerdahelyre. A sárgakékek javítani szeretnének az Éllovas elleni idei mérlegükön, hiszen a trencséniek otthon 4-1-re, idegenben pedig 2-0-ra nyertek. A mérkőzés 18 óra 20 perckor kezdődik. Müller Péter a magyar ezoterikus irodalom ismert alakja április 19-én kedden 19 órai kezdettel a Városi Művelődési Központban tart előadást. Az Életművészete című előadás középpontjában az igazság, a szépség, a szerelem, a szeretet, a barátság és a jóság áll. Müller Péter az ez során fontos kérdésekre próbál válaszokat keresni. Beszél az emberi sorsról, a jövő sejtéséről, a gondviselésről, a boldogságról és az élet nagy válaszpontjairól.